Áskacok, nulla-nullás szárnyal leszünk jelen az olasz nagydíjon. Én ezt a beállítást egyelőre nem vagyok hajlandó változtatni, módosítani. Humik között a különbség egyébként 5 tized, fölfele, lefele, mindenhogyan. Én úgy érzem, hogy egy kicsit elfáradtam most. Nem kellett volna itt kínomba nevetni. Meg ez a holland verseny, Jézusom. Hú, anyám. Itt egyébként lágy és közepes gumi kell majd a versenyre, úgyhogy... Hát, ja. Közben itt a pályára. Így. Let's get a few laps under our belt. Szervusz, Visi. Üdvözlök mindenkit egyébként közben, nagyon nagy tisztelettel. Szervusztok. Köszönöm mindenkinek, nagyon nagy hasiat kívánok. Holnap 10 órától lesz Lajos. 10 óra 8 perctől. Ki a Kilian? Ki a Bizsi? Ki a Marianna? Hoppá, aj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 
nem lehet kikerülni. Aha! Még meg is forgat! Hurrá! Ki a Tomi? Az FM-et miért hagytam abba? Hát... Így alakult valahogy, nem tudom már pontosan, hogy mi történt akkor. Lehet, hogy akkor jelent meg a FIFA talán, vagy nem tudom, valami közben jött szerintem, valami, hogy egyszer csak elment a motiváció talán, vagy valami esély. Kicsit úgy megtorpantunk, ja, megtorpantad a dolog. Ennyi. Hát majd örökzöld játék bármikor jó elővenni. Hát sok helyre tudni, hogy mikor az ismét elővéve. Ja, elég szép belépőnk volt így most, Honzába. Óvatosan próbál oltogatni téged, Zicsi. Lajos, dehogy is. Komolyan. Á? Összekevered a szezont a fazonnal szerintem. Már megint. Hihetetlen. Hihetetlen. Ja, egyébként az első tenger az úristen. Hát baszki, szinte jégcsapok lógnak róla. Nulla tapadás. Épp volt ez a pörgés? Ha akartam volna, sem sikerült volna ilyenre egyébként. Ez biztos. A hátulja most már kezd jó lenni. Az eleje még mindig gázos. Képes, hogy ilyen agresszív tárgyalással vagyunk itt, hát nem is érezni itt a technikás részen. Alig érezni pontosabban. Jó lenne ide egy 9. sebességi fokozat. Uha, 6-10, ajaj, az nagyon sok. Ez lehet, hogy nem lesz meg. Listálóját beleteszem, hiszem el! Na majd mostantól. Mostantól számoljuk akkor a... 3 kört.
Bocsi, köszi az urkolást! Egyébként csak nem akartam vele beszélni videó alatt. Köszönöm szépen neked, jótólag. Remélem még itt vagy. Ez az. Alakulunk. Great lap, you nailed exactly what we asked for. Keep it up. A felső tenger nem kopik annyira, mint a hátsó, bár ebben volt egy megforgás már, ki tudja mennyit rakott bele pluszba. A maximum 4%-ot kellene engedni, különbséget, első és hátsó tenger között, meg különben. Tehát itt az Ascariba úgy fogunk majd jönni, hogy ki nincsen előre, azért az nem túl jövedelmező sajnos. Ezt a kört meg kell tolni most nagyon. Super job so far, we're getting great data, stay focused. 350. A 2% tartja. Esetleg a lágygumi melegedhet majd. Great lap, you know exactly tempónál. What we asked for. Keep it up. A 21-0. Várjál, menjünk még egy picit tempósan. Páncsolok egy dologra. Bocsánat. Kihetünk, nem érünk el. Egy a buszunk. Na bazd meg. Ha! Kurva életben, ezt nem így akartam. Az istálóját bele. Meg akartam nézni, hogy ott van-e még hurka, ami levegőbe földob. Vagy azt kivették, hogy mi van vele. Tényleg amúgy mi van ott? Ugye ebben a játékban az elejénél lehetett ott vágni azt a kanyart simán. Viszont patchek után növelték a hurkának a hitboxát, és hogyha elkezdtél vágni, akkor földobott a levegőbe, aztán jöttek a patchek, ha lekorlátoztad magad 60 FPS, akkor vághattad például. Most mi a helyzet? Most mi kell hozzá, hogy vágni tudd? Biztos lehet vágni most is, csak kérdés az, hogy hogyan. Lehet, hogy ismét lehet, mindenféle trükközés nélkül, csak nagyon pontosan kell eltalálni. Kinek mi a tapasztalata?
Lajos nem engedik be egy F1-es utamra? Áha, hogyan? Ne vicc, részegen? Áh, hogy gondolod? Hát remélem, hogy odáig nem süllyed le a Forma 1-et. Jézus Mária. Fiadom. Jó kérdés, jó kérdés. Trend. Nem tudom, tényleg. Nem tudom. Nem tudom. Mi a fene? Ez hihetetlen, hát ők... Ki lett rakva TikTokra egy videó, és még sincs kint? Ez miért van? Mit kavar ez? Hát ez marhára érdekes. És most bezzeg kirakja, mi a fene? Mi a fene? Ez miért van? Ha-ha! Lajost próbálják ellehetetleníteni! Ez az! Végre! Lajos, úgy tűnik, hogy kezd megállíthatóvá válni. Ideje volt már! Ideje volt már! Hát ez beszarás. Gyönyörű. Gyönyörű. Szabotásszag. Igen. Igen. A Honda nagy díj? Ákos, nagyon jó volt, figyelj. Az első 27-8 szerintem nagyon izgalmas volt. Mentünk a Ferrari-val, Red Bull-lal. Jó volt. Bizony. Ja, értelek, James. Értelek. Az nagyon szép. Nagyon szép. Hát... Mit lehet mondani? Hát elnézést kérek itt a kellemetlenségek miatt. Úgy tűnik, hogy Lajost próbálják ellehetetleníteni. Nem tettek erről. Megosztottam most Discordon. Gondoljátok, dobjátok be ide a chatre is. Valaki szeretné megnézni a kiemelkedő teljesítményt, amit nyújtott Lajos. Közben haladjunk szépen a körület. Várt helyről jön a támadás, offenzíva. Menni tovább. Mi megyünk is? A tempó egyébként, hölgyeim és uraim, egyelőre nagyon-nagyon biztató. Nagyon-nagyon visszató. Úgy van, mód kész. Úgy van. Marokkó! Nincs életes magatartás. Ez igen. Követendő példa vagy. Így tovább én azt tudom mondani erre neked. Thank you.
Komolyan, Marci. Hát akkor ez egy főgyeremény az a csaj, baszki. Komolyan, vedd feleségül. Figyelj, üvegtigris kedveli-e? Egyrészt. Másmi dolog meg, hogy Forma 1-e szereti-e? Focit? Ha igen, akkor meg. Egyre, én összeadlak benneteket. Gázsit az nem kell. Figyelj, majd én állom a gázsimat. Ne aggódjál emiatt. Összeadlak benneteket, pikpak, én leszek a tanú minden. DJ, mindent elvállalok. Igen. Jó, jó ez a beállítás egyébként, nem gondoltam volna, de jó. Nagyon rendben van. Hát aztán, hogy most így egyenesekben mennyit fogunk verni az ellenfeleinkre? Nagyon jó kérdés. Itt esetleg innen a kettesből való kigyorsítás elég necces, nehéz. Nehéznek érzem. Hát, nagyon-nagyon óvatosan kell lenni legalábbis. Aha, ezt lehet, hogy ismét lehet vágni akkor ezek szerint, ami óriás lenne, mert ezzel rengeteget lehet nyerni. Jó, innentől kezdve akkor konstans vágni fogom. Fogsaj kedveli ezek egyet? Hát tudom, persze. Na, az a tisztában vagyok se. Nem feltétlenül olyan sajok azok, akikkel lehet bármit is csinálni. Ha érted, mire gondolok. Dehogy is, úristen. Bazd meg. Én is várja. Megint az alpári dolog, hogy közbe jött, közbe szólt. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so coming back to the garage and I can take you through the numbers. Hát most nem kell egyből itt a lehető legdurvább forgatókönyvre gondolni. Ti gondoltok állandóan ilyen pervers dolgokra, nem én. Én földobom a labdát, ezt leütitek, nem kell leütni. Földobom, azt essen le magától, nem kell, mit kell leütni. Hát ez ilyen. Egyrészt, másrészt meg. Az anyja úristenét, hát... Most már a második ilyen alkalom, hogy driftelve jövünk ide meg. Ami meg akarom mutatni. Ez annak köszönhető. Na, egyébként meg... Hol tartottam? Hol tartottunk? Igen, igen, tehát a... Hát akár itt... jó, mindegy. Nem folytatok. Hát, rosszul vagytok. Nem akarom megforgatni veletek a tört, kis törőmet. Bal első és bal hátsó gumi között 5%-os eltérés van. Az rengeteg. 5%, az nagyon durva. Az azt jelenti, hogy a céljes sávfordítóban vigyázni kell majd a kidósításán nagyon durván. Minimalizálni kell nyomatékot. Szereti a Forma 1-et? Minden szombat, vasárnap együtt néztétek. Még nem, sajnos még nem volt lehetőségem venni neki egy gyűrűt. Szomorú. Pedig már te is gondolkodtál rajta? Hogy amúgy kellene? Na. Figyelj ide, Marci. Megszponzorálnak én egy akkora jegygyűrűvel. De ő nem kell itt izélni amúgy, meg figyelj, el kell menni a bucsúba három pálcással. Megleped azt viszontlátásra. Valamit ott ráfaragsz az ujjára, az hát örülni fog, mint macska a farkának. Ő igen. Hajom a farkának.
Ennyi. Hát akkor... Akkor mi legyen, Doned? Mit csinálsz, Edo? Parancsolsz? All clear the garage, please. Car's ready to leave. Egy lagzit valaki amúgy csinálhatta most már, de tényleg, ahova meg is hív. De csak úgy. Jó. Nagyon mennék lapodalomba. Hú, de mennék. Azt a kurva én mennék. Nagyon mennék. Én lennék a... Minden ott. Nem. Meg lehet csinálni. Ennyi. Sőt, nem hogy meg lehet csinálni, meg kell csinálni. Simán lehet vágni ezt a kanyart. Ezek szerint ezt ismét tetszelték az idióták. A tudálok nekik. Aztán majd versenyen, amikor meg leszünk tankolva, felrepülünk a levegőbe, hogy figyeljétek meg. Hát figyeljétek meg, apukáim. Benne van ám. Volt már ilyen példa, nem egyszer. Hogy ami szabad edzésen bejött, az éles körülmények között már nem. Bizonyám. Ez a forma egy... Minden is megtörténhet. Ja, vágom Bence. Csak hogy... Ez azóta változott te. Nem volt jó a kigyorsítás sajnos. Itt hagyhatunk egyébként egy körről körre egy kis gumit. Hoppá! Megdobott. Annyira elszoktam attól a kanyar vágástól. Köszönöm, hogy ismét be kell gyakorolni. Ha egyáltalán kellene alkalmazni, ne tudja. Ajaj. Ajaj. Ez necces. Üdös életbe be lesz, nem hiszem el. Lehet, hogy még egy körre. Okay, your pace is too slow. Make sure to use your overtake button for maximum power. Gyerünk. Igen.
Közelem. Okay, test complete, and that was a really Igen. Good job indeed. We got a lot of valuable Együnk information tovább. Out of that. Well Passzorom. Done. Éjjel, éjjel! Hello, hát a tifosinak azért kell. Hello, hello. Showmanek vagyunk. Showmanek. Én nem tudom, hogy ezt mennyire kéne itt vagdosni. Egy igazi, vagy igazi, egy lagzi. A szép és jó haverok ingyen esznek, hiszen csomó pénzedbe kerül az egész, de utána a vállási sokba kerül. Meg procedúra, hogy viszi a fél vagyonodat. Köszönöm szépen, de inkább nem megyek feleségül. Feleségül? Mi feleségül akarsz te menni? A férjhez, nem? Hogy nem férfi vagy? Azt hittem, azt hittem. Nem hiszem el. Hát de micsoda gondolkodásmód ez amúgy meg, teljesen mindegy. Nincs igazad. Hát minden mindegy. Félreírtad? El is vesztetted igazából a hitelességedet Donald ezzel. Az a helyzet. Nem tudod, hogy feleségül akarsz menni, vagy férhez akarsz menni? Hát kérlek. Minden jó van, figyelj. Jó napom van, elnézem. Én is el szoktam amúgy nézni. Hányszor volt már, hogy azt mondta, hogy feleségül megyek? Meg? Tehát hogy ne? Hányszor? Persze, sokszor, mai napig. Előfordul. Előfordul nagyon. Majd figyeld meg! Alakulhat ez még máshogy, hogy erről, hogy máshogy vélekedsz. Meglátod. Sok ilyen dolog van ebben. Valamiről van egy nagyon komoly, kemény véleményed. Úgy érzed, hogy rendíthetetlen az a vélemény, és aztán történnek olyan dolgok, hogy azt a mindeni. Ilyen gyorsak vagyunk. Hát gyerekek, repülünk az első szektorba, oda néz. Azt a büdös! Hát mondjuk azért annyira nem repülünk, mert... Micsoda? Perez 352-vel jött a sebességmérési pontnál? Úgyhogy nekünk van a legjobb motorunk. Hoppá. Ti a Triptronik, igazad van? Igazad van? Igazad van? Én hülye, maradi állat. Igaz, Gergő, igaz. Igaz. Jó, csak hogy nem szeretem, hogy ezt nagy dobra verem. Herény gyerek. Visszahúzódó. De már azért kezdem kicsit megbontani, megrontani. Na. Jelenleg a fogyasztásunk úgy néz ki, ezt fel is írom közben. 1.75-öt ír, de hát ez óriási marhaság lesz szerintem. 1.75. Így. Forozva. 27-tel. Jó. Na. Igazság szerint most kéne letesztelnünk azt, hogy... basszus. A következő szabad edzése mikor fog esni az eső egyáltalán? Ha, tehát száraz...
szabad edzés lesz. Szárazon kezdünk. Az első fél óra az fixen száraz, igen. A végére fog megjönni az UH ezek szerint? Vagy mégse? Mi a fene? Aha! Kösz. Az kurva jó. Jó, tehát akkor most honnan tudja, mikor fog esni? A hőmérséklet ingadozásból én arra tudok gondolni, hogy esővel kezdünk, aztán felszárad. Jó. Annyit fogok én csinálni, hogy kimegyünk ezzel a kemény gumival, csak azért, hogy bekoptassuk, és ne ezt vigyük át a következő szabad edzésre. Így. És hát akkor kockáztassuk meg ezt a kettes szabad edzést. Ja, kad. Kadasdasd. Jó, kacsi, fántos nem válaszoltam magad, nem válaszol. Hamilton. És... esik. Haha. Könnyedű. Ja, nagyon nagy eső van most. Oké. Okay. Igen, és folyamatosan szárad. Le fog menni átmeneti esőgumira. Baszki, ez elég lassan alakul át. Ujj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 
Aja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 j
Hát ez nem úgy néz ki. Pályát. Egy jó rumos kávé, Jane. Figyelj, én azt javaslom neked. Hoppá! Szárad. Hát akkor lesz egy ő 20 percünk, oké. Okay. Tehát egy ilyen 7-10 perc alatt elmegy a versenystratégia körülbelül. Ha. Ez már teljesen szárad. Hát még azért Vettel autója veri fel a vizet. Ez lehet, hogy Vettelnek az izzadsága inkább már. Szenved a négyszeres bajnok. Így. Oké. Megtankoljuk egy olyan 51-2 kilót belehajítunk. Így, és akkor áskacok. Valamit itt még lehet, hogy ügyeskedni kéne a felfüggesztéssel. Hát. Nem, jó lesz-e szerintem, jó lesz-e, jónak kell lennie, ahogy már. Ja, hát az elég durva lenne, Tihany. Igen. Az durva lenne. Kőbambi vagy Holstein? Nem tudom. Nem értek hozzá, hogy ne haragudj meg. Lajos kellene majd megkérdezni erről szerintem. Holnap. Holnap úgyis ő lesz. Ő nagy sörszakértő. Csak azért. Hoppá! Liptonik. Megtört a jég! Hoppá! Erkú? Erkú cimatolok? Hát ajajaj. Ojjoj. Lajosak mindegy milyen. Sőt, csak olcsó legyen. Lehet.
Múltkor valaki írt, hogy Bala nem érte, miért csinálsz úgy, mintha nem te lennél Lajos. Hát azért, mert nem én vagyok. Nem értette, szegény. Miért van ez? Hát ilyen egyszerű, hát most. Hát ez... Na. Jó, menjünk ki most már tényleg, mert egyre kellemetlenebb a dolog. Ülünk itt a babéreinkon, az semmi nem történik. Hát nehogy már. Na irány, darány. Hajrá, Salgó Tarján. Ilyen ez a diszociatív személyiségzavar? Mit csinálsz? Hova mész? Mész, Dreku, vagy mi van? Nem értelek. Hogy szívsz valamit, vagy mi van? így van, Triptonik. Pontosan. Pontosan. Köszönöm. Hova lett a kijelző? Várja, ez mi? Na azért. Weather report. No rain expected, no rain expected. Most azért jöttünk ki megtankolva, okay, hogy megtudjuk, hogy mekkora a fogyasztásunk valójában. Megtudjuk azt, hogy... egyébként Hollandiában nagyon jó volt a fogyasztás. Valaki emlékszik esetleg arra, hogy ott mennyi tartalékú maradt a verseny végére? Szerintem egy ilyen fél környi plusz akció, nem? Tehát nagyon pontosan belőttük. Tehát megéri ezzel így menni. Megéri egy kicsikért így van versenytempózni, mert megtudjuk, hogy hogy kopik a gubi. Most kicsit megpróbálok oda koncentrálni, hogy lehetőleg legjobb verseny szimulációnk legyen. Lehetőleg valósabb adatokat kapjuk meg. Későn fékeztem sajnos. Az időmérő lehet ott fékezni, csak hát teletankolt autóval nem kéne még. Report. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Rossz.
weather report. Okay, radar is clear. Weather is looking good for now. Okay, dry seem like the best tire for now. Ár a hibákért. Ha még egy kört beledurrantunk. Fáját. Jó, még egy kör. A 97% fokos a gumi. 96 most már. Hú, de kár, hogy nem jött meg erre a nagy díjra az a új elosztás fejlesztés. Az meg. Óriási bent volna itt. Szerintem. Megállunk, gumi, ja, hát fal oldal az durvább. Oké. Hasítsunk tovább ezerre. Azt jelenti a diszociatív személyiséged, ahol több személyiséged van. Jaj! Neko. Irigy vagy szerintem csak. Azért hadovász itt össze ilyen okos szavakat. Okosan akarsz itt tűnni? Ugyan már, Dreko? Hogyan lenni? Hát ez ilyen kitaláció. Adjan meg. Lajos meg a Forma 1, hogyan? Hogy nézze már az ki? Adjuk, már faltó padig menne.
Na mi jó? Mi jó van abban? Semmi. Há? Igen, ez elég gyenge vicc volt mondjuk, modkills. igen. Ez, szereted azokat a vicceket, imádod azokat a vicceket, amik már fájnak. Nem semmi. Le a kalappal. Az lenne a szép, ha te játszolád Lajost. Nem lenne hiteles. Jaj. Mi van? Ja, igen, ja, ennyi. Ergő, látom, megint formában vagy, nagyon pedálozol. Hihetetlen, na. Nézzük csak meg, hogy mennyi volt a fogyasztás? 22, 20. Jó, 1.79-en számoljunk akkor. Eddig konkrétan tudjátok, mennyivel számoltunk? Mindjárt mondom én nektek, kapaszkodjatok. 1.75-tel. Hát nem mindegy. Tehát akkor ezek szerint mindig 400-at rá kell dobni a versenystratégiára. Skacok, eddig Hollandiába, Monzába is ez volt. Belgiumba is ez volt. Mindig 400-at kell rátenni. Konstans ez van. Érdekes. Akkor lehet, hogy innentől ezzel nem is kell üzemanyagot figyelni, csak mindig a versenystratégián tapasztalt üzemanyaghoz hozzáadunk 400-at. Mikor 27? 27. 48,33. Ami azt jelenti, hogy 48,3 kilóval fogunk rajtolni, bár... Nem. 40... Azért itt ebbe nem volt belekalkulálva. Itt 49 kilóval fogunk menni. Azért, mert... A kettő időmérős körre van még idő. Szóval azért, mert 350 fölött is fogunk mi menni, most nem mentünk 350 fölé, egyszer se szerintem. Tehát éles körülmények között fix, hogy jobban fog fogyasztani az autó. Pont itt Monzában, ez biztos, hogy nagyon benne van. Szia, Eszti! Belemennék én jobban is amúgy zsiga, hogy... Tényleg, tehát na jó, én mikor megláttam ezeket a statisztikákat, piszok jó. Nagyon örültem neki. Csak hát azért ezeket is meg kell fejteni, hogy melyik hogy bugos, meg mennyire, meg hogyan tudom patchelni őket. Ezeket idő volt, mire rájöttem, meg az a baj, hogy patchek még bugosabbá tették. Volt, amit javítottak, volt, ami még rosszabb lett, és hát szóval... De ezek jó dolgok alapvetően, persze, tehát tényleg ezeket kizárjuk, akkor ezek mind baromian jó. Voltak, hogy beleraktál, de hát enni sokkal-sokkal miért. Sokkal-sokkal. Célárnyékkal azért nem spórolunk, mert az, tehát itt úgy kell figyelni, hogy versenyen óriási lesz a tempó. Télárnyékkal, RS használata DRS-sel. Ez a három brutál hatékony lesz. Hát itt 360-at is fogunk menni, majd lesz olyan szerintem. És az rendkívül meg fogja dobni a fogyasztást olykor. Tehát lehet, hogy még a 49 kiló sem lesz elegendő. Jóvatosan kell. De egyébként, ha valaki nagyon-nagyon centízni akar itt a karrierben, nézze vissza, hogy Hollandiában mennyi volt a tartalék üzemanyag. De ezt hozzá kell tenni persze, hogy ez vezetési stílus függő is. Hölgyeim és uraim. Nagyon fontos. Rendkívül fontos. Tehát itt, ha tényleg kiegyensúlyozottan tudsz menni egy tempót, 5 tizeden belül van az összes köröd, akkor érdemes ezekkel így foglalkozni. De ha vannak ilyen kiugrások, akkor azokat azért úgy más egyenlettel érdemes számolni már. Ja igen, közben eldumáltam egy gyors kört, fasza.
Jó, van minden nem van. Everyone ready? Okay, let's go. Ki a Lorenz? Igen, játszottam. Még nagyon régen. Hogy ne? Nagyon jó volt. Tehát, lehet, hogy most is amúgy baromi a jó lenne, mert biztos, hogy iszonyatosan fejlett lehet. De nem mennék már vissza. Visszalépés lenne igazából nekem. Grafikailag... Régen nagyon jó volt. Régen nem volt akkora vissza. Hát ez 10... Okay, just 2 laps of fuel remaining now. 11-12 évvel ezelőtt próbáltam először. Aztán én kedvelem a jó grafikát, és hát emiatt nekem ez visszalépés lenne már. Ezen tudnék megbarátkozni vele. Mert annyit meg nem hiszem, hogy tartalommal tudnának ott kompenzálni nekem. De lehet. Hoppá, 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 hoppá. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. Legalább lesz idő még egy körre. Hát, nem a gumi melegedés miatt történt ez sajnos. Túl nagy volt a tempó egyszerűen. Azt nézem vissza, hogy mennyi volt a gumi hőmérséklete. PC, igen. Hát melyik sikerült a legjobb? Hát ez figyelj, Zsiga, ez olyan kérdés, hogy melyik ujjamat harapja meg? Melyik fájna jobban? Mert valamelyik F1-be ez jó, valamelyikbe az jó. Egyik üti a másikat. Én ezért szoktam mindig azt mondani, hogy mindig a legfrissebb. Kész. Ez a legchilli villibb, kész, ennyi. Ezen van a legnagyobb hype. Lovagod meg. Ennyi. Én legalábbis így szoktam. Nem. Egyik kutya a másik ebb. Ilyen egyszerű. Akkor minek retrózzunk, nem? Akkor már inkább játszunk a legfrissebben. Right, the car's ready. Let's get it out there. Jól már, köszönöm szépen kérdésed. Remélem, hogy te is jól vagy. Mit, miért szereled a pedálodat? Mi történt vele?
többször kéne forognom, jól néz ki ez a hangulatjel. Amúgy, nem? Nekem tetszik. Na, majd mindjárt. Majd mindjárt várjál. Lehet, dehogy is. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Bezzeg most senk... Na, Gergő. Hol van? Csak sikerült. Szia, Runner. Köszi. Érzékelési hiba? Ah, mind nekem volt. Ja, megvan. Figyelj, Márk, nekem... amikor ismét előtt ez a probléma, tudod, mit csináltam? Kívülről fújtam be neki VD40-et, de nem ajánlom a VD40-et. Az semmiféleképpen. De az, hogy... nekem bekoszolódott ismét, szar volt, hát egy fél évvel ezelőtt vagy egy éve már, nem tudom már pontosan. És kívül, nem szedtem szét, begyakoroltam már, szóval így bevilágítottam lényegébe. És be tudtam oda fújni neki a potméterhez kívülről, szétszerelés nélkül. Majd nézd meg! Figyelj, meg akinek van G29-szer, nézzétek csak meg. Valamelyik potméter cseszekedik, akadozva érzékeli a pedál, tehát a nyomás helyezel a... Tehát a nyomás érzékelő lényegébe... ugrál, vagy bármelyik indikátor ugrál, akkor érdemes nem kezét szétszedni magába. Alkoholos tisztítóspré kell, és akkor szét lehet nyomni az egészet, ahogy van. Ez úgyis elpárolog. Nagy bajt nem tud okozni, szerintem. Hogy nekem ez nagyon bevált. Nagyon bevált. És tényleg, hát annyi volt, hogy folyt belőle. Tehát azért figyelni kellett, mert folyt belőle, itt alul folyt ki a VD40, de hát a VD40 az ilyen. Az megy mindenhova. Egyszer ezt elengeded, akkor az megjavít mindent. Még azt is, amiről nem is tudtad, hogy rossz. Például anyám. Na jó.
A gubinyomás lejjebb veszem? A tapadásra gondolsz? Hát a gubinyomás ebben a játékban úgy működik, hogy ha föl veszed a gubinyomást, föl emeled, minél magasabb gubinyomással mész, annál jobban melegszik, annál nagyobb a tapadás, és annál kevésbé kopik. Úgyhogy a féktisztító spray a legjobb. Így van, Zoltán. Így van, így van. Na, ezt is mondhattam volna. Régebben mindig ezt mondtam. Jó van, Márk, hát sok sikert. Ja, írem. Na, kérem szép. Mostan cserélünk egy erőforrást. És hát a lehető legjobb állapotú erőforrás megpróbálom előkukázni a raktárból. Azért ide azért kelleni fog ám, ojj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 j
Nézzük csak, mit kellene fejleszteni. Aerodinamikában nagyon le vagyunk maradt. Az ilyen. Leszorító erőt nem tudunk. Ahhoz. Ahhoz ez kell. Aha. Leszorító erővel szerintem nagyon nagy problémánk ti. Vagy van? Van. Mondjuk van. Igen, a turbulens levegő óriási gebasz. Meg akkor őt. Ja. Ez az első. Akkor most meg már ezt javasolja. Hát persze. Ez megjönne Szingapúrra. Hát akkor legyen ez a fejlesztés. Ez nem hoz túlságosan sokat a konyhára. Vagy inkább gumikezel. De azt se tudjuk. Hát akkor legyen ő. Legyen ő. Ez nem hoz túlságosan sokat a konyhára. Lehetett volna DRS aktiváló mechanizmus is. De DRS-t mindig nem használjuk a föntit, meg mindig. Használjuk, ez mindig használatban van. Mert a légellenállás az mindig konstans használatban van. DRS meg. Hol igen, hol nem. Jó. Na, hát akkor jöhet az időmérő edzés, ahol lesz eső. Nem is kicsi! Hát én nem is ezt mondta! Ez változott! Ez fix, hogy változott, várjál! Hát engem átvertek! Hát ennek nem örülök! Ennek az esőnek Hollandiára kellett volna megérkeznie. Nem ide Olaszországba. Itt fontos a jó rajt pozíció, mert ezen a versenyen bármi lehet. Hát esőbe, Honzába nem tudom, hát egyik legnehezebb pálya. Pedig aztán van rajta ennyi 10 kanyar. Most csak mondtam valamit. Mi a zsombi? Szakad az eső. Bandázsoltad a kormányt? Az mit jelent? Tehát olyan anyaggal tekerted be, ahol fogod mondjuk, hogy jobban oda tapad a kezed? Nem csúszik el? Hogy ezt hogyan kell elképzelni? Ezt nem merem ezt a technikát. Mikor nagyobb kanyar van, ne nyomjam a gázt. Átsó kerekes az a fos. Dekatlonos kerékpár bandázsal. Aszta, menő. Menő. És szabad kézzel megfogod, akkor ugye már érzed a változást? Nem lehet rossz. Vastagabb lesz a kormány és kellemes a fogása. Aha. Hoppácska. Szia Bennett. Jól, köszi szépen, minden okés. Okay, recommend taking wet tires in the current conditions. Na, hát akkor hölgyeim és uraim, ez a cunami nem tudom, hogy meddig lesz, nem sokáig állítólag. Hamarosan ez átmegy Interbe, átmeneti eső gumiba. Megbízunk ebbe? Mert fölösleges lenne itt megkavarni magunkat eső gumival, szerintem.
Ticket belepörgünk. Biztos, hogy felszárad. Picikét várunk. Annyit be lehet áldozni. Csak hogy elindul-e egyáltalán, tényleg. Baszki, ez nem száll. Aha, de! Oké, okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Szuper. Ennyi. Baszki, ez viszont egy nagyon trükkös lesz. Menj már meg! Menj már! Hát ez fel se szárad! I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Azt a kurva nem mondod. Ne, én meg elpörgettem az egész Q1-et szinte. Tudom, hogy gondolok, hogy... Úristen. A 8-644. Na mit jön a Ricardo az első szektorba? Mert elvileg most már az első gumi sem jó. Alig van víz a pályán. Ahhoz képest, ami volt. 28-644 helyett mennyi lesz? Azt a kurva bizonyám javított. Majdnem 2/10. Na most akkor melyik gumival mennünk? Hú, gyerekek. Hát ha Interrel megpróbálunk kimenni, azt a, hát ez aljas, ez nagyon aljas. Úr, most itt mehet az orosz rulett? Interrel? Csak utolsó másodpercekben elkezdjük a kört. Lehet, hogy begyorsul majd amúgy. Három perc alatt, hát itt a gyors körünk alatt fog majd javulni sokat a pálya szerintem. 0 tapasztalatot, egyből esős gyorskör tömérő. Ez halál. X-e halál. Ricardo? Nem javított végül? I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Mindenki eső gumikon. Mindenki, az egész mezőny. Mindegy. Ha már idáig vártunk, akkor nem az ő feltett kézzel menjünk a csatába, de én szerintem itt utolsók lennénk biztosan. Take it easy to start with, the track's very wet.
Azt az égést, bazd meg! Hát a kurva életben annyira utolsó másodpercben akartam elkezdeni, hogy elmondani nem tudom. És az a durva, hogy halvány lila gőzöm nincs arról, hogy milyen kör tudtunk volna jönni. Halvány lila gőzöm nincs. Utolsó helyről. Gyerekek. Hát, mintha nem akartam, mintha szándékosan utolsó helyről akartam volna rajtolni, nem? De. Kulcsakász. Nagyon kellemetlen, nekem is nem vagyatok. Szekunder szégyen érzett, remélem megvan mindenkinél. Ha igen, akkor éljen, küldetés teljesítve. A verseny száraz lesz, így van. Legalább nem zavart bennünket össze nagyon az eső. Nézzük a dolgok jó oldalát. A következő kérdés van viszont. Hány nagy díj van vissza? Azt mondja, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kell egy friss erőforrás. Ja. Ha már utolsó rajtkockáról indulunk, akkor vállaljunk be egy teljesen friss erőforrást. Kerüljünk ki mindent a francba, és jöhet a verseny. Minden további nélkül. A Lajosnak a zene lejátszási listát a Discordon lehet megtalálni. Szia Péter, köszi, örülök neki. Szia Kristóf. Szia Madrid. It's time for the Italian Grand Prix once again here at the beloved and iconic Autodromo Nazionale di Monza. With the lowest downforce and drag of any circuit in the season, expect to see drivers making the most of the slipstream effect here today. Ez durva lesz. Top speeds up to 215 and an average lap speed of around 155 miles per hour. Monza's reputation of one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6. Nem kell volna elengedni már Leclerc-t. Az az igazság. Fölösleges volt az már. Rossz volt a matek. Már megint! Amúgy meg. Már megint! The race not far away from starting. Here's what today's grid rundown looks like. It's Sergio Perez on pole today, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid we have, Fernando Alonso, Vettel, Carlos Sainz, they've taken a grid penalty. And Mick Schumacher, Albon, Bottas, Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Lando Norris, Leclerc, Tsunoda, Guan Yu Zhou, and Ricciardo. Gasly, they've taken a grid penalty. Latifi, Kevin Magnussen, and Esteban Ocon. Verstappen and De Palla. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. A warm welcome to Anthony Davidson, who is beside me. Jó, hogy nem első sorban indul Vettel, bazd meg! Max Verstappen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going? Mi az a rajtrács? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Elképesztő! Alonso harmadik, Vettel negyedik helyről rajtol. Ilyen nincs. Schumacher 6, Albon a Williams-e 7. Hát itt milyen időmérő volt? Meg hát nyilván ugye itt azért rengeteg büntetés is volt kiosztva. Azt a mindenit. Itt akkora ez nagyon nagy verseny lesz így. Hát Verstappennel jövünk majd föl Okonnal. Itt lesz előttünk 2-3 nagyon lassú versenyző. Gasly, Latifi, Magnussen, Ricardo, Joe, Tsunoda. Aztán jön egy nehéz falat Leclerc-rel. Hát itt az is lehet, hogy safety károk tömkelege lesz majd.
Itt egy a probléma, hogy ezt a versenyt nem lehet megnyerni. Mert Perez Russell indul az érről, és nincs itt olyan versenyző, aki őket tudja, tudná szivatni. Mert Alonso és Vettel éket fog verni Russell és a Sainz közé, szerintem. Tehát nyilván messze van a első féktáv, bármi lehet ott a féktávon, kigyorsításon. Az első szektorban itt rengeteg fog múlni. Skacok! Ez egy nagyon nagy lehetőség, ez egy olyan verseny lehet, hogy összepisáljuk magunkat. Ez durva lesz. Feladok mindent. Természetesen lágyja rajtolunk. De megnézem az üzemanyagot. 48,3, tehát 49 kiló. Szemes áhagy. Ja igen. Hú basszus, jó, hogy ide jöttünk. Inni. És szerintem följebb veszem. Éreztem a gyakorlásokon, hogy az autóval nagyon nagy sebességet átviszünk kanyarokon, kitörik a valaga, amikor nem nyomom a gázt. És ez lehetővé teszi, hogy kicsikét zártabb legyen a hátsó tengely által. Nem fog annyira rotálni az autó hátulja, hogyha nem nyomom. De ez rosszul jöhet a leszbókba például. Hogy 1%, de sokat számít. Erünk. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap.
Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Safety car's out. We need you to reduce your pace. It looks like there's a high amount of debris on the track. Be careful. Look there, Kiesha. Jó volt a ráj. Fogyasztás, nem tudom, hogy mennyi volt. Mennyi volt a fogyasztás? Valaki figyelte, hogy mennyit mozdult el is? Ennyi idő alatt? A kormányról kellene leolvasni, ha valaki vissza tudja nézni, van-e kedve hozzá. Azért kérdezem, hogy ha nagyon jó volt a fogyasztás, akkor elkezdek üzemanyagot égetni már most. Hát, ha valaki ezt sasolta. De minden nem fontos ez annyira most. Nem ártana, plusz lenne, de... Ha nincs meg ez a plusz is, megnyerjük a versenyt. Nem azért. Na. Magas a ló. Valamilyen le fog ülni ez a kurva gumi. Azért is volt jó most a lágyas rajt, mert fix, hogy ugye nem nyújtunk időmérőn a lágygumikhoz. Ezáltal képtelenség lett volna úgy bebagolni a rendszernek most, hogy kopott lágyon rajtolunk. Korábban volt már erre példa, nem egyszer. Right, let's pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Igen, ez a lágygombival nem jött rosszul. Így van. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Okay, clear. De hogyan? Gyerekek, nem áll. Ez mi volt? Mi volt? Hégtávon ő hova mozog be? Minden le van, meg volt.
Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Caution, caution! Top 10 now, keep it up. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Okay, good work. Great pass. Got a great chance of taking this position. Come on, you know what to do. Okay, be careful. We think you're going to start losing some tire grip anytime now. There's a new strategy available on the MFD. Confirmed. Szépen jövünk fölfele. Jót a gyerek, bazd meg, belassít kanyar közepén. Approaching the pit window and you're going to be on mediums. Őket tölteni és humár mögött a terest. Hasznosan kell tölteni az időt, következő etapra kell koncentrálni. Már én nem lennék gyorsabb.
inkább töltünk mögötte. Tömanyag jó. Kemény nagyon. Már nagyon rossz a gumi. Okay, we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Hogy húzzunk rá még egyet? Ha megy, akkor hogy mennyire tudunk menni majd Schumacherre. Nem jön ez rosszul majd, később. Jó lenne még egyet rátenni. Alonso's just got the lead. Understood. Stopping this lap. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Még jobban kéne menni. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more.
hamarosan jönni fognak. Okay, gap ahead is 8.0 seconds. Sebastian is in the pits. Damage. The car ahead of you's just fitted the hard tires. Car ahead now on the hard compound. Yes, that's P6, P6. Driver in front. Alonso's ahead of you. Our gap to the car in front is 1.5 seconds. Okay, they're on fresh hards. Their tyres are 2 laps old. Time last lap was a 1 minute 21.5. The Aston Martin drivers just completed a pass for the lead of this race.
Okay, information on Verstappen. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tyres. You've lost some time to the car behind. Green flag! Okay, Russell's just moved into first place. Okay, gap to the car ahead is 2.3 seconds. Gap to your teammate behind is 23.0 seconds.
Sainz has just moved into first place. No need to worry about the tyre condition for now. Everything's looking good. Norris has just put in the fastest lap of the race so far. That's just 5 laps of fuel remaining. Okay, so we're leading our teammate by 28.1 seconds.
right, we've got enough fuel for three more laps. Okay, this is your final lap of the race. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you very much. There's a few disappointed faces up and down the pit wall. Mito de Mersen! They've secured a phenomenal... Mito de Mersen! Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together Zoli, a solid strategy today and appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. As today's winners make their way up the podium steps, the folks at Alpine will show once again what a successful Formula 1 team. A well-deserved win for them. Ez így volt a legjobb. Lesmo egy után hagytam, hogy menjen, elmondom. Utolsó körben megpróbáljuk a lehetetlent, mert utolsó körben leggyorsabban. Taktikailag elengedtem, ott tartottam volna mellette, de nincs értelme ilyenkor. El kell engedni, azt hadd menjen. Majd szépen mondom, rásporulunk amennyire lehet, de olyan gyors volt az utolsó körben, hát még majdnem Sainz is letolt a nem DRS zónába. Óriási! Comprende buenos noches! Az mit jelent amúgy a comprende? Hú, ez nagyon jó verseny volt megint. Azt tudod életben. So let's have a quick look at how the driver's standings have changed. The gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race for our championship leader. Some amazing talent out there on track today, but Anthony, who would you pick as your driver of the day? I have to give it to De Palla. They fought so hard and had incredible pace at times. Erről van szó! Büdös istállóját, micsoda versenyek voltak ma! Constructors. Mercedes continued to extend their lead. It was also a strong Grand Prix from Haas F1 this weekend. Fantastic work from the American team to move themselves further up the table.
Andy. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. Na kérem szépen. Együnk hasítunk tovább. An upcoming news article has a question they'd like your input on. Egyen Science most a rivális, nem mindig Perez. Tök mindegy amúgy melyiket verjük el, vagyis hogy melyik az ellenfél, mert... Aj ne! Befagyott itt. Értem, jó estét. Comprende? Hát így... Olasz nagydíj végére megtanultam spanyolul. Annyi pontot nyertél, Levente? Mire fogadtál pontosan? Comprende? Érteni, megérteni, rendben. Aha, jó, oké. Comprende? Hát csak azért, mert itt írogattak nekem spanyolul is. Támondom. Comprende? Prego! Prego, padre! Si, señor! Oké, yes, sir. Megköszöntem mindent. Na, menjünk picit előrébb. Kicsikét valamivel kopottabb erőforrásokat kéne behajigálni itt az autóba, kérem szépen. Hát én nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen nagy gyakat sikerül menni. Nagyon durva. Jó a koncentráció, most valahogy így fejben nagyon jó, jó. De már itt azért olasz nagyon azért egyszer-kétszer azért szentségeltem a bajszom alatt, mert annyira végig azt éreztem minden féktávon, hogy túl, ez késő. És azt éreztem, hogyha nem vállalunk be ilyen féktávokat, akkor nem jutunk egyről a kettőre. És volt, amikor túl késő lett a féktáv. Pedig csak tartani kell magunkat a dolgokhoz, és akkor nincs olyan túltalom. Ezért voltam mérges olykor, Tamra. Azt a kurva! Na menj már! Micsoda! Na ne szórakozzunk most már egymással, de tényleg! Ez nagyon csúnya volt most. Három alkatrész kuka! Hát... Jóságos ég! Ez nagyon kemény. Ugye szezon első felében minden összejött, minden is. De az sem volt elegendő ahhoz, hogy egyébként lefejleszünk az ellenfeleket. Most meg akkor még ez is közbe jön, tehát hogy mi a fene folyik itt? Te jó ég! Te jó ég! Úszik minden, elment 900 pontunk a semmire. Idióták a csapattársak, táb. Szomorú. Oh! Aston Martin F1 Edition. Megpróbáljunk itt egy driftet? Ezzel nagyon rossz. Hát most, hogy van kedvem driftelni. Na, szia Salikama! 1000 éve! Nagyon megviseltnek tűnsz, hol voltál? Nem láttalak egyszerűen, tehát... Igen, megviselt az élet, úgy látom. Mi történt? Hogy mi nem történt? Ki a doce?
hogy ezzel. Nem sok erő van ebben az autóban sajnos. Kalicska, Aston Martin. Keep on rolling, baby! Ez az akkor forogjál, pörögjél! Mennyire egy borzasztó autó ez! Scheisse! Nem baj! Itt az élmény volt a lényeg, az élmény autókázás. Nem az, hogy milyen... Az a helyzet, hogy ez annyira rossz autó, hogy ezzel nem túl élvezetes ez a driftelés. Bárha ezt lehet annak nevezni. Többenet. A YouTube-ra írd be, Dominik. Vagy felkiáltója mod. Ennyi. Ja, felkiáltója mod. Ennyi. És ott is van. Ott is van, kérlek. Látod, látod. Kívánságot számomra. Parancs. Még valamit esetleg. Mivel szolgálhatok. Hölgyeim és uraim, a szingapúri nagydíjra megint úgy jöttünk meg, hogy az összes előttünk lévő csapat pontosan ugyanannyi fejlesztés hozott, mint amennyit mi. Ki a Tomi? Hát szóval ez elég döbbenetes, nem? Egy picikét csak. Húskassza, gondolkodom egyébként ezen a szingapúri nagydíjon. Ezt a nagydíjat még bevállaljuk? Ez a leghosszabb verseny. Tehát itt van a leghosszabb, 50 perc egy verseny. Na, ez a legkeményebb verseny.
Hát inkább új úterővel kéne a szingapúri nagyját letudni, mert tényleg ez nagyon-nagyon kemény szokott lenni. Itt az utolsó 10 kör, nem tudom mikor volt utoljára jó. Lesz ennek így jó vége? Na most vagy letoljuk a szingapúri nagydíjat, vagy egy kicsikét lazább terepre vezünk, fifázunk egyet. Hú, ez nagyon, tényleg, az a helyzet, hogy ez a szingapúri nagydíj, attól félek, hogy bele fog rondítani a mai menetelésünkbe, mert ez nagyon kemény nagydíj. Tehát ez napi indítónak nem lesz rossz, amikor legközel megyünk. Tehát, hogyha logikusan gondolkodunk, akkor így kellene. Hát örülök neki, Supra. Kúson kell abba hagyni. Úgy van. Szívem szerint letolnám, de biztos, hogy nem lesz jó vége. Ilyenkor mindig ez szokott lenni. Na, nem toljuk le, srácok. Tényleg.